Örülök, hogy a mai napon ennyire összeértünk a 16 akció nap keretében. Ez tulajdonképpen majdnem az utolsó program, hiszen holnap zárulik ez a programsorozat. A mai napon, hát miről is lenne szó, mint a nők ezer arcáról, illetve hát az erőszak ezer arcáról, amiről nem tudunk eleget beszélni. A végignézve az előadóknak a listáját, illetve magának a témát, egyetlen egy dolog fogalmazódott meg bennem, hogy a történészként végig gondoltam, hogy olvastam el, hogy általában végig a feminista hálózat, hogy a szociáldemokrata nőtörténetben az erőszakkal kapcsolatos fellépést, vagy valami fajta olyan történetet, ami kifejezetten ezekre a mondjuk úgy szépanyáink tevékenységére vonatkozott. És nagyon érdekes módon a 19. század 80-as és 90-es évében a nők az alkoholizmus ellen léptek fel, a nagyon erősen, és az alkoholizmus, a kocsmázás, illetve ezzel együtt az erőszak, a testi verekedés és erőszakos cselekményeket tulajdonképpen így fogalmazták meg, tehát az ellen így léptek fel, tehát egy nagyon erős alkoholizmus elleni kampányt indítottak. Ez mind a liberális, mind a szociáldemokrata, mind pedig a katolikus, illetve az egyházi nőközösségekben megtalálható volt. Így hát nem is csoda, hogy például a szociáldemokrata párt, illetve más pártok az alkoholizmus elleni fellépés például az 1900-as évek elején teljes mértékben magukévá tették. Hát most nem az alkoholizmus elleni fellépésről fogunk beszélni, hanem a szexuális erőszak elleni fellépésről. És hát remélem, hogy akik jelen vannak, illetve mi, akik foglalkozunk, mi érdeklődünk ezzel a témával, gazdagabban, illetve tartalmasabb előadások után még jobban, még másfajta szemlélettel is tudjuk majd tekinteni ezt a témát. És hát remélhetőleg a média is fog nekünk abban segíteni, hogy 16 akciónak lezárása után nem hagyjuk abban, nem hagyják abban a tudósítást, illetve hát én csak reménykedem abban, hogy a politikusok, a közélet szereplői nem adnak okot arra még többet, hogy utára vonuljunk, vagy székházak előtt tüntessünk, bár ez a félelmem egy picit megalapozott, mert hát mi tudjuk, eléggé patriarchális és macsó politikai életet élünk, és jönnek a választási kampányok, illetve időszak, amikor nagy valószínűséggel elő fognak kerülni a női témák, a nőkkel kapcsolatos kérdések, politikai, illetve hát az erőszaknak a különböző aspektusa is. Hát én nagy szeretettel köszönöm, hogy itt vagyok, és remélem, hogy egy nagyon tartalmas esélyt fogunk egymással megtölteni. Én szeretettel köszönöm a közönséget, Antoni Edita vagyok, a Nőki Egyesület elnöke. A 16 akciónapról, mint tudjuk, a nők elleni erőszak világnapjától az emberi jogok világnapjáig tart, és néhány éve Magyarországon is megtartjuk. Együttműködésben olyan szervezetekkel, akik az áldozatok védelmével foglalkoznak. Tőlük lehet a legtöbbet tanulni a párkapcsolati erőszaknak a működéséről, fizikus jellegéről, illetve hogy miként tudjuk segíteni az erőszak áldozatait. Hoztam nektek szórólapokat a NANE, a Patent és a Női Érdek szervezetektől, illetve ajánlom figyelmetekbe a Mi Ez Marad és a Rendszerbezárba című kiadványokat, ezek letölthetők a NANE, illetve a Patent honlapjáról, tehát ingyenesen online is elérhető. A Miért Marad című kiadvány arra tér ki, hogy értelemszerűen, hogy melyek azok a tényezők, amik a nőket az erőszakos párkapcsolatban tartják, és erről azért is fontos beszélni, mert ugye ebben az évben történt egy markáns vakkomodoros eset, amire tiltakozásokat szerveztünk, de sajnos nem kielégítő eredménnyel, mert Balogh József még mindig ott van a közéletben, ugye pártról kizárták, de ügyetlen képviselőként egyszerűen nem hajlandó távozni,
legutóbb a DK-nő politikusai tüntettek felháborító gyakorlat ellen, illetve összességében azt láthatjuk, hogy nagyon elviselhetetlen formákat ölt most már a parlamenti feszizmus, és ami az elmúlt egy évet illeti, kénytelen vagyok némi kiábrándultságnak hangot adni, mint hogyha az emberek inger küszöben, nem tudom, hogy ti hogy látjátok ezt a kérdést, de mint hogyha az emberek inger küszöben előtt volna a erőszakos megnyilvánulások és a parlamenti feszizmus ellen. Nem régóta vagyok benne az aktivizmusban, de én ezt úgy értem meg, hogy még tavaly a szeptember 16-ai nőkázadása tüntetésen a parlamentnél közületek is többen ott voltak, 3000 ember együtt össze. Tehát, hogy akkor úgy éreztem, hogy most végre történt egy össznépi felháborodás, ami túlmutat a szűk aktivista körön, és hogy végre el tudunk érni olyan rétegeket, akik egyébként nem járnak feminista vagy erőszakellenes rendezvényekre. Viszont amikor már a 2013-ban megtörtént a vakkomandoros eset, akkor ugye a május 1-i kutyasétáltatós tiltakozáson eljött 300 ember és 50 kutya. Tehát nagyon ugye, jól éreztük magunkat, meg ez a kutyasétáltatás bejött, mert ugye bekerült a médiába, hogy sok kutyát felgyűjtöttünk, vagy akik ők is tiltakoznak a kondorfajtásuknak a bevádolása ellen, és ennek volt média visszhangja, viszont Balogh József ügyvédje azzal hozakodott előtámánolva a műsorában, hogy nem azok tiltakoztak Balogh ellen, akik őt megválasztották, hanem a fővárosban rendeztek tiltakozásokat. Tehát most nyilván a saját falujának a lakosai nem mernek tiltakozni, de attól félnek, hogy annak is az élettársainál meg a levét esetleg Balogh József mérgében további verésekkel reagálna a helyi tiltakozásokra, tehát én ezt nem látom egy olyan erős érnek. És ugye a székházas tiltakozáson ugye már utalt, már 3300 és ott meg már csak 30. Kicsit több aktivitásra, egy kicsit több elszántságra szeretnénk biztatni a magyar nőket és a velük szolidáris férfiakat, mert hogyha ez jön le, hogy ennyire nő az inger küszöb a szexizmus és az erőszak ellen, és hogy már csak egy a sokadik szexista vagy erőszakmentegető parlamenti beszólásra már csak egy bármozgatással reagálunk, akkor nem számíthatunk arra, hogy bármi is megváltozik a mentalitásban, a politika kultúrájában, az erőszak kezelésében. Ami az erőszak kezelését illeti ennek az évnek egy nagy eredménye, hogy sikerült elérnünk a kodifikációt, tehát hogy a családon belüli erőszaknak önálló törvényi tényállása lett. De hát ez érdekes volt belülről látni, hogy milyen nehéz volt ezt átvinni a politikusok körében, akik egyáltalán nem akartak foglalkozni a témával, amikor rákényszerültek, akkor úgy érték meg, mintha azokat húznák, és mindent elkövettek, hogy ez csak egy írott malac, egy formaság maradjon. A különféle nemzetközi egyezmények vannak, például ajánlom figyelmetekbe a ENSZ FIDO egyezményt, TEDAP-nak kell írni W-vel, Convention of the Elimination of All Forms of Violence Against Women. Ezt Magyarország már aláírta, és két évente ajánlásokat tett nekünk a CIDO bizottság. Többek között a családon belüli erőszak, párkapcsolati erőszak megfelelő kezelésére, és érdemi lépések mégsem történtek. Hát ezeket a nemzetközi egyezményeket, ajánlásokat, amik átfogó intézkedést írnak elő az erőszak áldozatainak védelmében, ezt továbbra is semmibe veszik, és a szakmai szervezetek attól tartanak, hogy jelen formájában a törvény nem lesz hatékony. Továbbá az új törvény többségből vérzik, mert nem terjed ki az együttélés nélküli párkapcsolatok, tehát az együttélés nélküli párkapcsolatokra az olyan partner vagy volt partner általi erőszak szankciójára, aki nem élt együtt az áldozat.
párkapcsolattal, az egyetlen kivétel, hogy csak közös gyerek van. Hát a párkapcsolati erőszak nem biztos, hogy mindig együttél és illetve közös gyerek esetén történik meg, és így végtelenül maradnak jellemzően a fiatal lánynak és jelentős számú 10 éves lány, akik általában még nem élnek együtt a partnerükkel, viszont ugyanúgy esetleg erőszak és fenyegető zaklatás áldozatául, tehát itt még nagy hiányosságok vannak, és mindezeket megoldaná, amire a Szigó Bizottság is felszólított minket, hogyha Magyarország aláírná az isztambuli egyezményt. Ugye egyelőre ez még késik, az isztambuli egyezmény az Európa Tanács központosított dokumentuma, ami részletes rendelkezéseket tesz a nők elleni erőszak áldozatai, a kapcsolatos intézkedésekről, és Andráéknak volt is egy parlamenti demonstrációjuk az isztambuli egyezmény. Mesélni erről egy kicsit? Igen, az isztambuli egyezmény aláírását követeltük, méghozzá úgy, hogy történt az a dominózus eset májusban, és azt gondoltuk, hogy a hétfői valamiféle, és hogy a hétfői napon, amikor plenáris ülés van a parlamentben, akkor nagyon egyszerűen a karpatra menjünk, egy pólóban az erőszak stop lett ráírva, és a kezünkbe tartunk egy olyan kis táblát, ami az van írva, tábla, hát egy nyomtatvány, hogy követeljük, hogy a kormány írja rá az isztambuli egyezményt. Igazából véve nagyon érdekes volt a reakció, ott voltak az aktivistáink, körülbelül 10-en álltunk a karzaton, némán, nem kiabáltunk, és feltartottuk ezt a bizonyos nyomtatványt. A következő hangok hallatottak. Mi az az isztambuli? Mit akarnak? Mi az az egyezmény? Senki nem tudta. Tehát az országgyűlési képviselők így nézték szemüvegen, isztambuli, miről beszélek? Mit kellene aláírni a kormánynak? És az nagyon érdekes volt, hogy nem csak a kormánypártiak, az ellenzékiek sem tudták, hogy mi az az isztambuli egyezmény, hiszen pont az MSZP-nek a pálmajában voltunk, tehát az MSZP szakértői pálmajában, az ellenzéki pálmajban, és ott is ott hallottuk közvetlenül, hogy mi az az isztambuli egyezmény. Tehát valljuk őszintén, nincsenek tisztában. Aztán megjegyezték egy élettől nagy valószínűséggel, hogy mi az az isztambuli egyezmény, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó volt, és hát utána ugye a sajtót nem engedték be, ezért a folyosón adtunk interjút az RTL-nek és a többi tévétársaságnak, és azt gondolom, hogy rá 2 hétre pont a fideszes országgyűlési képviselők mondták, na most mit fogtok követelni a jövő héten, vagy egy hónap múlva, hát mondom, van még egyezmény, amit nem írtatok alá. Tehát igazából véve lehet, hogy ez a szép kérés és egyedeknek az ideje elment. Meg kell jelenni, oda kell menni egy kis figyelemfelkeltéssel. És követeljük most nem az isztambuli, majd most egy másik jellegű egyezmény aláírását. Az, hogy az egyezmény alá van írva, ámen. Tudjuk, hogy felállt a bizottság, a pont előkészíti a kormány részéről. Amiért messze vagyunk a ratifikációtól. Legalábbis ők ezt mondták, hogy felállt a munkacsoport. Hát, és fél éve hallom ezt, hogy felállt a munkacsoport. Minket magyar szövetségét még nem hívtak meg oda, de az a lényeg, hogy reméljük, hogy ez meg fog történni, de hát még valljuk be őszintén, női területen van még 1000 olyan dolog, amiben tudunk találni kormányjavítót, tehát kormánynak ajánlásokat tenni, hogy egy nőbarát állam jöjjön létre. Ami nagyon fontos, hogy minél több kis csoport, minél több nőszervezet, minél több színünk, minél sok színünk, annál jobban látják, hogy ez nem egy valami koncentrált, valami szűk kis csoportocska csinálja, hanem eljut arra, hogy ezek egyre többen vannak. Ez most ez beszélt, most valami más néven jelentek meg, és ebből adódóan észreveszik, hogy itt valami megmozdult. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy választásokra készülünk, és most boldog-boldogtalan nőknek a pártján fog állni, aztán majd a választások után pedig el fogjuk felejteni, hogy mindig ért számunkra. És ezért most már csak annak a pártnak hiszek, aki megcselekszi, végrehajtja, magát kezdi, és aztán, ha hatalomra jut, vagy olyan helyre jut, meg is valósítja az ígéreteit. Tehát én azt gondolom, hogy a 24 év pont elég volt arra, hogy a nőszervezetek most már annyi kapott kaptak,
idézőjelben van a megkapott és ígéretem, hogy most már nem kellene tovább várni. Ezért is tartom fontosnak a nőszövetbeteg egymás számára és a külső környezet számára és a láthatóságát. Tehát, tavaly azt láttam, hogy egymás számára sem vagyunk láthatóak. És hogy segítsek orvosolni a nőkért.hu-n létrehoztam egy listát, amit rendszeresen frissítek a jelenleg aktív nőszervezetekről. Biztatok mindenkit, hogy nézzétek ezt a listát, és úgy érnek el a javaslataikat, hogyha esetleg valakit egyszer kihagytam volna. És az összehangolt munkával lehet eredményt elérni. A 20. század elején feministáknak is sikerült, hogy a politikai oldal, vallási hovatartozás, társadalmi osztály és egyéb megkülönböztetéseket áthidalva, közösen léptek fel a női érdekekért, tehát nem csak a nőszavazati jogáért, hanem olyan célokért, amikért még most nekünk is küzdenünk kell velük. Például ugye a legutolsó jelentések szerint 17%-os a magyarországi bécsgel. A Franciaország példáját követhetnék, akik nem békéért fogadtak el egy olyan törvényjavaslatot, hogy a prostitúció klienseit büntetik meg Magyarországon, és fontos lenne megtenni a prostitúció felszámolása és az emberkereskedelem áldozatai védelmében, illetve a nőszervezetek között nagyon sokszor felmerül a interszekcionalitás hiánya, tehát a speciális sejtetű nők nem figyelnek oda egymásra, ezen is nagyon fontos lenne változtatni. Ugyanakkor azt pedig örömmel mondhatom, hogy a 16 akciónapon kívül nagyon sok nemzetközi projekthez is csatlakoztak egymással összefogó nőszervezetek ebben az évben, és az egyik első volt ezek közül a Mandela Rising, az 1 milliárd nő ébredése. Néhányan ti is ott voltatok a MOM2-ben, ahol ezt a globális táncot elrántoltuk, de mindig részletesebben el fogja mondani, hogy miről is szól az 1 milliárd nő ébredése, ezért megkérem a első előadónkat, Barna Emiliát, a Nőkért Egyesület tagját, tartsa meg előadását. Hogy honnan is indult ez a mozgalom, az 1 milliárd nő ébredése? Ivánszler a megálmodója, Ivánszler író, aktivista, előadó, nálunk is jól ismert vagina monológok szerzője többek között, ez 1996-os mű, amelyet több mint 100 minden országban adtak már elő. Legutóbb Kínában erről lehetett olvasni, nem ment simálni. Fiktív vallomásokból áll a monológok, de 200 valós interjú alapján állított ezeket összeillentve. A vallomások a nők szexualitásával, vágyaival, testiségével, csalódásaival és a rajtuk elkövetett erőszakkal foglalkoznak, talán a legmegrázóbb történet az erőszak a háború erőszakával együttműködte be. Tehát ez az erőszak a háború erőszakával együtt jelenik meg. Magyarországon először Rózsi Kivet rendezésében láthattuk be azóta többször is, és magyarul megjelent a Tökéletes testek és az Érző lelkek címűve is, az előbbiben Ivester a testükről beszélget nőkkel, ezek már biológusok, nem monológok, az Érző lelkek pedig 10 éves lányok történeteiről szól. Ezzel a művészetén és az aktivizmusán keresztül is az erőszak, a nők elleni erőszak megszüntetésének szentelte az életét, hogy olyan világot vizionál, amelyben nem pusztán a túlélésről szól, minden nők és lányok számára meg szabadon létezhetnek, kiteljesedhetnek ebben. A Vagina Monológok újabb kiadása bemutatja a V-Day, a V-nap történetét is, amely 1998-ban született a Vagina Monológok előadásainak a tapasztalatai nyomán. Ivettől ezt el szoktam mondani, hogy milyen élmény volt neki azt, hogy minden előadás után
mentek oda hozzá mindenféle korú nők, és meséltek neki nem vidám dolgokról, hanem leginkább az erőszakról, és az adta neki az ötletet a V-napot, amelyet 1998-ban, Valentin napon, tehát február 14-én tartottak még először, és a V az utal a Valentinre, ugye a vaginát is jelent, illetve a győzben. New Yorkban rendezte meg ezt először nőket csoportjával, de ez is nagyon hamar globális esemény sorozattá bővült, újabban az évente akár 5800 eseményt is jelent, ez 2012-es adat magában foglalja, előadások, filmvetítések, különböző gyűlések, műhelyek szervezését, ezeknek a célja a nők elleni erőszak a vonatkozó társadalmi attitűdök megváltoztatása, figyelemfelhíváson, oktatáson keresztül, és az előadásokon keresztül összegyűjt a pénzt különféle otthonok alapítására, helyi szervezetek, aktivista hálózatok építésére, illetve már létező szervezetek hálózatok megerősítésére, otthonok tevékenységre használják fel. Olyan országokban, mint Egyiptom, Irak, Afganisztán, dél-ázsiai országok, Szudán, Marokkó, Tunézia, Algéria, Jordánia, Szíria, Libanon, ezekben az országokban nem csak hogy helyi hálózatokat hoztak létre és erősítettek meg, hanem olyan regionális hálózatokat is, amelyek ezeket az országokat összeközik. És talán a legismertebb példa, amiről így is legtöbbet szokott beszélni, az a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a City of Joy, hát jóval több, mint otthon, egy olyan tényleg város ma már, az alapítókat láthatjuk, ahol azok a nők képzik magukat tovább, oktatják egymást, akik az erőszak túlélők, és itt nagyon komoly erőszakról beszélünk. Ugye ez ma már egy önfenntartó város, akik foglalkoznak nevezetőségi tevékenységgel, és ahogy mondtam, nagyon komoly oktatás folyik. És akkor eljutottunk a 15. évfordulóig, ez 2013-nál, amikor is az egyik legnagyobb kampányt szervezték, és ez a One Billion Rising, az 1 milliárd nő ébredése a koncepció, illetve az elnevezés alapja az a megrázott tény, hogy a világon átlagosan minden harmadik nőt ér erőszak az életében, ami ugye azt jelenti, hogy több mint 1 milliárd nőt érint az erőszak. Úgy tűnik, Enzler így fogalmaz, hogy a nők elleni erőszak napjainkban világméretű járvány. Lehet, hogy az egyik, most továbbra is Enzler idézem, lehet, hogy az egyik országban sokba öntenek le nőket, mások felokban a női nemű szervek csonkítása folyik, megint mások egy mobiltelefon áráért adnak el nőket, ismét mások egyetemi kampuszokon erőszakon mondjuk a lányokat, de mindez ugyanaz a metodológia, amely a férfi uralmi rendszert a helyén tartja. A 2013. február 14-i alkalom arról szólt, hogy megmutassuk, milyen sokan vagyunk, hogy demonstráljuk a kollektív erőnket, szolidaritásunkat. De ennél a One Billion Rising tánc többről is szól, ahogy ezt így legutóbb a Budapesti Nőkongresszuson is elmondta a beszédében. Az erőszak tulajdonképpen a saját testünktől idegenít el bennünket. És ez az elidegenítés mindenféle gyalomnak alapvető módonakban, mondhatjuk ezt, és a legalkalmasabb eszköz a tánc arra, hogy visszanyerjük a testünket, hogy újra egyesüljünk vele. Ezáltal semlegesítve az erőszak hatását. És az, hogy ezt együtt tapasztaljuk meg közösségben, helyi,
és helyek közötti globális közösségben is, hogy ennek milyen ereje és jelentősége van, hogy saját magunk is szembesülünk azzal, hogy mennyire nem vagyunk egyedül, azt föl sem tudjuk még becsülni, de azt mondja, hogy akik ott voltunk ebben az egyébként valami, mire kezdjük már érezni, és ez még csak a kezdet. És a továbbiakban idézek a 2014-es kampánynak a szövegéből. 2014-ben az a kérdés, hogy sokszor oldjuk meg ezeket az erőfeszítéseket, és nők és férfiak mindenütt ébredjenek, szabaduljanak, feltáncoljanak, és követeljenek igazságot. Ez a One Big Rising for Justice, az egy milliárd nő ébredés az igazságért, az igazságosságért, igazságtételért. Az új kampánynak a címe, egy globális felhívás a nők elleni erőszak túlélői számára és azok számára, akikben együtt éreznek, hogy együtt, közösségben, biztonságban gyűjjenek össze olyan helyeken, nem helyszíneken, ahol igazságosság illeti vagy illetné meg őket, bíróságok előtt, rendőrségi épületek előtt, ugye a családon belüli erőszak, ugye én gondolom, a kormányhivatalok előtt, iskolában, munkahelyeken, szórakozó helyeken, környezeti igazságtalanságok helyszínein, hadbíróságok, követséget, istentiszteleti helyek előtt, otthonokban, vagy bármelyen nyilvános helyszínen, az utcán, ahol a nők megérdemelnék, hogy biztonságban érezzék magukat, mégis sokszor ez nem így történik. A kampány felhívás a túlélők számára, hogy törjék meg a csendet, és engedjék útjára a történeteiket művészeteken keresztül, táncon, meneteken, rituálékon, dalokon, beszédeken, vallomásokon keresztül, politikus vagy spirituális módon, bárhogyan, bármilyen eszközökkel, amiket jónak érzünk. A kampány szövege szerint a nők történeteit, a történeteinket eltemették, megtagadták, eltörölték, megmásították, apróra kicsinyítették a patriarchátus azon rendszerei, amelyek lehetővé tették, hogy a büntetlenség uralkodjon, a büntetlenség egy kulcsszava a kampánynak. Az igazság ott kezdődik, amikor elkezdünk beszélni, felszabadulni és elismerni a szolidaritásban és közösségben lehető igazságot, azért is emeltem ki ezeket a kulcsszavakat. Az egymilliárd nő ébredés az igazságért arra bátorít bennünket, hogy szabaduljunk fel a bezártság, a kötelezettség, a szégyen, a bűntudat, a fájdalom, a megaláztatás, a dű és a fogság alól. És nagyon fontos, a kampány annak a felismerésére és elismerésére épül, hogy a nők elleni erőszakot nem szüntethetjük meg, anélkül, hogy ne foglalkoznánk a szegénység, a rasszizmus, a háború, a környezetünk kifosztása, globális politikai erőviszonyok, globális egyenlőtlenség, a kizsákmányolás és minden ezt igazoló ideológia, a kapitalizmus, az imperializmus és a patriarchátus metszéspontjaival, ugye megint az interszekcionalitás. Ezeknek az összefonódó erőknek a középpontjában él és marad meg ezek az integránség. Tehát ez a feladatunk, hogy kezdjük el magunk elé képzelni, hogy hogyan néz ki számunkra az igazságért való ébredés, a közösségünk számára, a városunk, az országunk számára. És biztos itt a onebillionrising.org holnap biztosít felületet arra, hogy ezeket a történeteket, azokat, amiket, ahogyan elképzeljük ezt, azokat fel is, meg is tudjuk osztani a globális közösséggel. És számos példa szerepel már a honlapon, hogy melyik országban mit terveznek, ezek nagyon izgalmas ezeket olvasni, és inspiráló lehet például Peruban az utcai lakhatására való fellépést terveznek 2004-re az építőmunkások szakszervezetével együttműködésben, Nigériában a gyerekházasságok elleni küzdelmet helyezték a középpontba. Guatemala törvényekre összpontosít, amelyek jelenleg nem védik előképpen a nőket, illetve az őslakos nőkre fordítanak kiemelt figyelmet.
gondolőknek fontos a férfiak bevonása, politikai pártoknál tervezhető bizni a nővédelmi érdekében. Los Angelesben a nők elleni erőszak, nemi erőszak, a hadseregben a központi téma, a bíróságokat, rendőrségeket céloznak. Németországban minél több nő szervezetet igyekeznek bevonni, beleértve női ügyvédek szervezetét prominensen szerepel. Olaszországban már szerveztek hatalmas tengerparti flashmobokat, ezzel indították útjára kampányt. Az Egyesült Királyságban többek között a gyerekeket kizsákmányoló munkára, nőket, gyerekeket kizsákmányoló munkára, azt pontosítanak a civil szervezetek. Indiában is, hogy most ért véget egy háromnapos találkozó, itt erről lehetett beszámolót olvasni, ami előkészíti az ottani kampányt, és sorolhatnám tovább, mert sok ország szerepel már. Milyen eszközök állnak rendelkezésre, van egy ilyen túlkét, mindenféle dolgot lehet minden tölteni, illetve van egy Facebook csoport a szervezőknek, ahol egymástól tanácsot lehet kérni. És az igazán illet, ahol írja, hogy share your vision of justice, tehát köszönöm meg a igazságú, igazságosságról szóló víziónkat. Itt is videókkal szövegekkel bármit meg lehet osztani, és nagyon izgalmas olvasni azt, hogy mások mivel készülnek. Looks Like része a kampánynak, ez amikor megosztjuk a vízióinkat, és ehhez kapcsolódóan a kampány úgy szól, hogy az egymilliárd művédet és az igazságért nem kellene jelent az összes túlélője számára megállított igazságtételről szól. Az igazságosság sokféle alakot öltött, lehet bocsánatkérés vagy jóvátétel, kereset felindítása, szólhat az igazság láthatóvá tételéről, vádemelésről, a változás megteremtésére irányuló törekvésről, olyan törvények és irányelvek alkalmazásáról, amelyek biztosítják a nők jogainak védelmét. Lehet felhívás az egyenlőtlenség, diszkrimináció, nőgyűlölet vagy férfiről minden formájának megszüntetésére. Szólhat az elkövetők megnevezéséről és megszégyenítéséről, legyenek bár ezek egyének, csoportok, vállalatok, vagy éppen az állam. A felelősségre vonhatóság megköveteléséről. Lehet az igazság mellett való kiállás, legyen az személyes, társadalmi, gazdasági, kulturális, környezeti vagy politikai. Forradalmi felhívás lehet a minden nőnek kiálló méltóság és tisztelet visszaállítására. Szólhat ez a társadalmi átalakulásról. És akkor végül megkapnám, hogy néz ki a saját vízió, egy részben, hogy néz ki az igazságosságról. Egy kicsit így az Occupy mozgalom által inspirálva vagy onnan véve. Ugye 51% a világ nőkösség a világon a nőknek az aránya körülbelül. És mivel mi vagyunk az 51%, követeljük egyenlő részünket a szabadságból, a biztonságból, a biztonságérzetből, a jogokból, ezt is jelenti az igazságosság. És azt szeretném én is kérni, hogy gyűjjünk össze és táncoljunk ismét azért, hogy megtapasztaljuk azt a helyi és globális közösségiséget, szolidaritást, amelyet már 2013. február 14-én és azóta is több alkalommal is, hogy legyőzzük a saját testünktől való elidegenítést, hogy ne érezzünk tovább bűntudatot, szégyen azért, mert nők vagyunk és testünk van, ne mi érezzünk bűntudatot azért, mert minket bántottak, mert minket ért erőszak. Azért sem, ha például nem úgy szülünk, ahogy az orvosnak tetszik, vagy ha egyáltalán nem szülünk, ha van gyerekünk, ha sok gyerekünk van, vagy ha nincs gyerekünk, ha nem tudunk szoptatni, vagy éppen azért, mert szoptatunk, esetleg nyilvános helyen. Kislányként ne érezzünk szégyent és félelmet, amiatt, hogy menstruálni kezdünk, amiatt nőként, hogy nekünk is van szexualitásunk,
vagy ha éppen nincsenek vágyaink, vagy nem olyan vágyaink vannak, amelyek a társadalom korlátozó, a férfi uralom mentén meghatározott normáinak épp megfelelnek, amiatt, hogy soványak vagyunk, vagy hogy kövérek vagyunk, hogy nagy a hasunk, vagy a mellünk, vagy nincs is mellünk. Hogy ne legyen bűntudatunk, ha jól érezzük magunkat, arra törekszünk, hogy kiteljesedjünk, arra törekszünk, hogy ebben másokat is segítsünk, és ha azt várjuk el másoktól, hogy ebben, hogy a szabadságunkban, jogainkban, biztonságunkban, boldogságunkban bennünket ne korlátozzanak. És ezzel szeretném befejezni. Érintettük, hogy miért marad a nő a bántalmazó párkapcsolatban, de mi a helyzet, hogyha nem marad? Ugye a bántalmazás egy csatalom demonstráció, és a bántalmazó nagyon nehezen tudja elviselni azt, hogyha az áldozat kisúszik a karmai közül, tehát hogy nincs már rá hatással, de nem tud már befolyással lenni az életére, és ezt a végsőnig próbálja meg fenntartani. Az uralmi viszony. Ugye jellemző módon akkor van a legtöbb súlyos testi sértés és ölés, tehát ezt a statisztikák is mutatják, és ez az egyik oka annak, hogy miért marad az áldozat. Azért marad, mert tudja, hogyha megpróbálja elhagyni a bántalmazót, fölveti a válás lehetőségét, vagy a szakítás lehetőségét, akkor a bántalmazó annál agresszívebbé válik, és ezt a rendőrségi statisztikák is alátámasztják. Most, amikor november 23-án vittük a idén meggyilkolt nőket jelképező sziluetteket a történeteikkel együtt, szinte mindegyiknél a volt élettárs, volt férj, volt barát, volt az elkövető. Tehát ez is az egyik, ugye, hogy nagyon sokan nem értik, hogy Sánta Terézia miért maradt való Józseffel, miért, mert valószínűleg élni akar. Tehát, hogy nagyon kevés a empátia az emberekben, amikor azt kérdezik, hogy egy súlyos arccsont és koponyatörést elszenvedő nő miért marad a bántalmazóval, amikor Magyarországon nincsen egy intézményesült rendszer, ami valóban megvédi őt. Tehát ugye ezért kiállítjuk az az ellátó rendszer, ami az áldozatot azonnal elszigeteli, tehát az azonnali rendőri fellépés. Hát jó, éppen kiadhatják a távoltartót, de ez a szakemberek szerint szintén nem bizonyultak olyan hatékonynak, mint kellene, mert a hosszabb időtartamú távoltartást a bíróságok hajlamosak nem megítélni. Adjunk még nekik egy esélyt alapon, közben pedig az esélyt áll, még egy esélyt általában csak a bántalmazó szokta akarni a határozat. És ugye a rendőrök pedig a rövidebb távoltartás elrendeléséről leszoktak, mert hogy a bíróság nem rendeli el a hosszabban tartott, ezért ebből a következtetést vonták le, hogy évesen kitérték meg az azonnali távoltartó intézkedést, és egyébként is a töredékek, a menhelyi férőhelyeknek a száma annak, amire valóban szükség lenne. Ugye ez az egyik ok, amiért a politikusok annyira gondolkodtak a kodifikációt hatékonyan megcsinálni, mert egy komplex ellátórendszerhez pénz kellene. Tehát ugye az nem csak egy írott törvény, hanem hogy kell számú férőhely legyen a bántalmazottnak számára, az bizony pénz. No, de hogyha egy bántalmazott nőnek sikerült mégis elmenekülni a párkapcsolatából, és megúszta annélkül, hogy a bántalmazó megölte, vagy súlyos testi sértésnek tette volna ki. Ott van ugye a gyerek, aki keresztül további hatalmat gyakorolhat, az áldozat fölött, és erről szólt volna az anyák, akiknek elrabolták a gyermekeit című előadás, egy érintett adott volna elő, csak sajnos a utolsó pillanatban úgy tűnik, hogy mégsem tudott eljönni, ezért szólok helyette én egy pár szót. Ugye a bántalmazóknak a jellemző tulajdonságok ez a kétarcúság. Tehát, hogy a munkahelyén kifelé eljátsza a disztingvált jó családapát, és így a környezet általában el sem tudja képzelni, hogy ez a rendes ember otthon egy vadállattá változik. Tehát ugye csak az, nem a bíróval szemben erőszakos, hanem azzal a feleségével szemben erőszakos. Tehát nagyon gyakori, hogy
hogy a munkahelyen tipikus szubjektív viselkedést mutattál, egy hierarchikus személyiség, hogy önök előtt csúszik másik, és otthon pedig az erőszakot gyakorolja. No, amikor ugye megszabadult tőle az áldozat, akkor ahogy a gyerek az egyetlen út, ahol tovább hatalmat gyakorolhat fölötte, és már a non-impotens már külön egy eljárási erőszak nevű kategóriát is létesítette a jelenség elnevezésére, ugye az ENSZ szerint a nők elleni erőszak lehet fizikai, lelki, gazdasági és szexuális, és emellett lehet különíteni ezt a fajta eljárás erőszakot, amikor eljárások sorozatát indítja az édesanyja ellen, és ez gyakran odáig terjed, hogy a láthatást meg is szerzi a gyerek fölött. Spronc Júlia, a Patent Egyesület ügyvédje most a konferencián erről tartott többek között előadást, illetve erről a jelenségről szól a rendszerbe zárva című kiadvány, ami szintén hozzáférhető a patent.org.hu honlapon, és megjelent nyomtatott változatban is, ebben tanulmányok szerepelnek arról, hogy maga a rendszer mennyire nőellenes, tehát a gyermekvédelem képes megítélni a gyereket a bántalmazónak, mert ilyeneken bedőlnek, hogy a gyámhatóság előtt magát elsíró férfi. Tehát, hogy viszont, hogyha az áldozat sírja el magát, akkor ő csak hisztériás jelenetet rendez be, tiszteletesen, tehát itt is egy kettős mérce uralkodik a nemek között. És hát ez a legszomorúbb része talán az erőszak áldozataival való foglalkozásnak, tehát ez az, ami engem is leginkább megvisel, tehát találkozni ezekkel a testileg, lelkileg megtudtak édesanyákkal, akik töltelték a gyerekeiket. És úgyhogy gyakran nem csak a felügyeleti jogot, de a láthatási jogot is, és hogy addig mesterkedik a bántalmazó, amíg a mindenféle vádakat sóhoz az anyára, és akkor még a láthatási jogot is megvonja. És itt ebben a tanulmányban is, a tanulmánykötetben is írják, hogy ezek az áldozatok gyakran korrupcióra, tehát a hatóságok letizetésére gyanakodnak. De a saját szememmel láttam olyan bírósági és gyámhatósági végzéseket, ahol én magam is csak erre tudtam gyanakodni, hogy valaki biztosan letizette. Tehát amikor egy gyermekétől megfosztott anyáról olyat ír a pszichológus szakértő, hogy a válás után nem tudott autonóm életvitelt kialakítani a korábbi családjától függetlenül, és hogy ezért a hívás. Tehát, hogy amikor egy pszichológus szakértő egy édesanyáról életre írt, hogy ott számomra ez egy döbbenetes, és én is csak arra tudtam gyanakodni, hogy lefizetés történt, de a Spronc Júlia mellett érvelt a legutóbbi előadásában, hogy ez magában a rendszerben van integrálva ez a ellenes hozzáállás. Tehát, hogy a gyámhatóság a gyerek feltételezett érdekeit nézi, de ez a gyakorlatban nem valósul meg, mert a gyerek nagyon gyakran a bántalmazóhoz kerül. Hogy ugye aki az anyák, akiknek elragolták a gyerekeit, csoportot alapította, azt az áldozatot is ismerjük, tehát hogy döbbenetes megnézni a fotókat a két kislányról akkor, amikor még beleért beleértek, és utána, hogy egy ideje az apjuknál vannak, de borzalmasan elhanyagolt a megjelenésünk, az öltözetük, akkor az arcukon is, tehát döbbenetes ezeket a képeket összehasonlítani, és hogy de elképzelhetetlen, hogy ez hogyan szolgálhatná bárhol is a gyerek érdekét. És a bántalmazó nagyon gyakran csak a válás után kezd el élénk apai érzelmeket mutatni. Ugye korábban ezekre a bántalmazó férfiakra nem igazán jellemző, hogy különösebben jó férjek vagy jó családapák lennének, hanem mint egy stratégia, hogy fájdalmat okozzon a hatalma alól figyújt áldozatnak, hirtelen elkezd érdeklődni a gyerek iránt, de nem azért kell neki a gyereknek, amiről szereti, hanem hogy ezzel még a további fájdalmat okozzon az áldozatnak, hogyha már közvetlenül nem tudja bántani. És ebben a tanulmánykötetben érdemes elolvasni Kuszin Gábor tanulmányát, aki az igazságügyi pszichológus szakértőknek a tájékozatlanságáról
és időnként ostobaságáról írt, tehát hogy ugye ezek valós esetekről ír itt Kuszin Gábor, aki szintén pszichológus, és ezek a pszichológusi szakvélemények, idézőjelben szakvélemények, de annyira döbbenetesek egy laikus számára is, tehát egy átlag laikus embernek az empátia szintjét, vagy intelligencia szintjét nem érik el. Tehát, hogy amikor ott van egy nyilvánvaló helyzet, hogy ki a bántalmazó, és ki a áldozat, és kinél lenne jó helye a gyereknek, nem. Tehát, hogy mint hogyha teljesen siketek lennének, de azért is adták a rendszerbe zárva a címet ennek a kiadványnak, mert hogy maga a rendszer ennyire ellenes, tehát hogy ehhez még valószínűleg letizetesen kell senkit. És ez a nagyon fontos jövő és feladatnak tartani, ezzel valamit tenni, mert a testi-lelki, gazdasági, szexuális erőszak mellett a gyereken keresztül elkövetett ugyanilyen formája, arról nem is beszélve, hogy a gyermek bántalmazás járulékos erőszakként meg szokott jelenni az erőszakos kapcsolatokban. Tehát aki az apa, egy jó bántalmazás, tehát a jó apa nem lehet a bántalmazó, és nem még jelent meg a lehet-e a bántalmazó jó apa című könyv, mert szintén Kuszin Gábor fordításában, ami bővebben ír erről a szomorú jelenségről. Hát, úgy gondoltam, hogy ez egy remek ötlet lesz, hogy én a családomnak karácsonyi ajándékot tegyek. Mikor hazaértem, és az apám havi keresetének 80%-át leszámoltam a konyhaasztalra, anyám megkérdezte, hogy mit műveltem, elmondtam neki, és anyám szerencsére, hát egyfelől lecsefelt, hogy ilyet nem csinálunk, ez csalás, de elmondta nekem azokat a dolgokat, hogy az embereknek a jó képessége hogyan működik. Úgyhogy anyukám, köszönöm szépen neked, hogy ezen a napon te engem nem térítettél el véglegettől a dologtól, hogy én a jó ügy érdekében megmozdítsam az embereket. Hát rájöttem 11 évesen arra, hogy az emberek először is szeretnek adományt adni. Hát körülbelül 2,5 óra leforgása alatt a hidegben én tök sok pénzt tudtam kérni. Szeretnek az emberek adományt adni, az emberek jó. Szeretnék, hogyha megdicsérjük őket érte. Én mindenkinek mondtam, mikor vettek tőlem ilyen zsákba macskát, ilyen vigyókból összerakott ilyen borítékot, hogy ő nagyon jó ember, és hogy bizonyára az ő környezetében nagyon jó él, és akkor az emberek, akik megdicsérjük, azok ilyen kihúzták magam, élvezték ezt. És utána szeretik az emberek, ezt már később tudtam meg persze, hogy szeretik látni az eredményt, hogyha valahol segítettek, akkor mi lett annak a végeredménye, és hogyha látják az eredményt, akkor szeretnék megismételni azt, amit megszoktak. Tehát elkezdik a ciklus előről. Adományt adnak, örülnek neki, hogy megint megdicsérjük őket érte, megmutatjuk nekik az eredményt, és talán újra fognak adományt adni. És ez egy ilyen nagyon szép kör, amit nagyon sok adományjogból élő és működő szervezet tök egyszerűen nem tud. Általában itt szoktak elakadni. Ezzel a két ponton. Jön az adomány, és nem mondja azt, hogy köszi, köszi, jaj, de jó, köszi. És nem mondja azt, hogy te jó vagy, ennyi kell. Tényleg megkező. És utána mit kell még mondani? És ez lett belőle. Ez lett belőle, és utána még mit kell mondani? Adjál még! Igen! Ott van az okos ember. Hova kell utalni a következő adomány? Ez a ciklus, hogyha ezt fölrajzolod, amit én 11 éves koromban megértettem, hogy a jó emberek azok így működnek, hogy szeretnek jók lenni, örülnek neki, ha megdicsérik őket. Tehát ez egy ilyen végtelenül egyszerűnek tűnő kotta, de gyakorlatilag elmegyünk, fölöltözködünk, megfésülködünk, kilincselünk, bemegyünk, kapunk adományt, hurrá, elköltjük őt egy jó célra, még esetleg meg is dicsérjük az adományodót, lehet, hogy nem pont tudjuk, hogy ez neki jól lesz, de valahogy megdicsérjük. Valahogy kommunikáljuk, és néha még az eredmény, de nem biztos, hogy tényleg eljut az adományodóhoz. De az utolsó pont nagyon sokszor elmaradt. Nem mondjuk neki azt, hogy csináld újra. Emlékszel, milyen jó volt, mikor megdicsértel? És
Látod, milyen jó eredmény lett? Tehát csináljuk már újra. És azok újra fogják csinálni, akik jó emberek voltak. És megpróbáljuk ugye azokat a csomópontokat megtalálni a világban, ahol nagyon sok ember van egy helyen. Tehát azokat a csomópontokat keressük, ahol minél szélesebb körben azok a személyek vannak jelen, akik az én produktumomra, az én jótékonyságomra, ami adott esetben le lehet produktumnak nevezni, kíváncsiak. És az ő tudomásukra hozom, hogy hahó, jó emberek adtak valamit, nézzétek itt az eredmény, lehet csatlakozni a jó emberek körébe, illetve a jó embereknek szólunk, hogy ismételhetik a ciklusukat. Pontos a mi ügyünk. Tehát ott ül, képzeljük el a képzeletbeli nagy magazinnak a főszerkesztőjét, és neki soha a büdös életben senki nem mondta el, hogy ez az ügy fontos. És ő meg tök jól megvan otthon asszonnyal, boldogság van, békesség van, szomszédjaik nincsenek, ezek ilyen magas házak tetőtereiben laknak, vagy szóval itt távol van a szomszéd, nem látni át, nem értesülnek ezekről a dolgokról ugye annyira, és ilyen mondanak ilyet, hogy valahol a világban történnek ilyen nőverő, de hogy ez nem nálunk van, az egészen biztos, ez nem fontos. Az akkor fontos, hogyha a képviselő veri meg a feleségét, ha nem a képviselő veri meg a feleségét, akkor az mindig lehet, hogy nem fontos. Tehát nagyon lényeges az, hogy aki ennek az egész útnak a tetején ül, annak az érdekét megtaláljuk. Mi lenne akkor, hogyha ez a magazin egy tégség lenne? Ha a magazin tégség, akkor mit csinál a tégség, ha kinyitja az ajtaját a sarkon? Megkérdezi a Mariska nénit, aki hozza a kis banyatankját. Mariska néni, mit szeretne lenni? Kifli, zsömlét vagy kenyeret? Mariska néni megmondja, hogy hát ő kenyeret meg zsömlét szokott venni. És Mariska néni megkérdezi, és hogyha kenyeret meg, ha miért? Hát olyan az olcsóbbik volt csillagban. Ugye? És akkor Mariska nénire mit csinál a veszteri pékség? Felfinálja, hogy Mariska néni, akkor mit tettük kérni ma? Kenyeret vagy zsömlét? Ugye? A veszteri magazin pontosan ugyanezt csinálja. Megnézi, hogy az interneten mi az, amire a legtöbben keresnek, mik a klikkelős vagy kattintós alapcímek. És utána ugye pasizási tippeket és horoszkópot fog kínálni a nagyérdemű közönségnek, mert arra lesz kattintás. Nagyon fontos tudnotok, hogy ma azok, akik a híreket és az újságban az anyagokat gyártják, 10-ből 9-en nem újságírók, hanem médiaipari szakmunkások. A médiaipari szakmunkás az azt csinálja, hogy letölti az NTI-ről, meg a nem tudom mindenféle külföldi tűzügy helyekről a dolgokat, jól-rosszul valahogy lefordítja, átfordítja, vagy még az sem, és van egy blikfangos cím alatt a nagy érdemű szem elé tárja, és utána várja, hogy mekkora lesz az eladási példányszám. És azt a Pistikét dicsérik meg, aki nagy eladási példányszámot produkál, és nem az, aki valóban fontos dolgokról beszél, azt a Pistikét viszont, aki fontos dologról is beszél, és nagy eladási példányszámot is volt, azt viszont igen-igen nagyon megdicsérik. Ha el tudod érni, hogy a te ügyed ennek a média munkásnak fontos ügy legyen, akkor nagyon nagyon léptél előre és nagyon nagyon tettél. Ez pedig nem más, mint az, hogy reformpékségben gondolkodunk. A reformpékség mit csinál? Fehér kenyér, egészségtelen, Mariska néni. Hát, olyan nehezen húzza már a anyatankot itt régóta. Lerakódás az egész teste, drága Mariska néni. Ne vegye ezt a fehéret, vegye ilyen magosat. Sokkal egészségesebb. A Mariska néni mit fog neki mondani? Jaj, csillagom, hát már stratégisan hetet már nem, nekem a medélykoromban már ezek a magos marhasa, de nem kell nekem ilyen. De tehát azonnal jön egy kifogás, hogy miért nem kérem a magos tudtot. És ilyen, ugye tisztában kell lennünk azzal, hogy Mariska néninek termékfejlesztés, illetve terméképítés szintjén protézis tisztítóval együtt kell eladni a magos zsömlét,
mert akkor fogja csak megvenni, mert tudja, hogy az egészségének jó, de egy másik problémát kezelni kell mellette. Vagy úgy kell odaadni, hogy nem ekkora nagyban vannak rajta a magok, hogy lehet a sajtónyelvre lefordítani. El kell mondani az újságíróknak, illetve a médiaipari szakmunkásoknak, hogy amit kínálok, az finom és egészséges, vagyis meg kell vele kóstoltatni azt a témát. Bele kell vinni a realitásba, hogy ez tényleg valóban így van. Ha jön egy kifogása, akkor azonnal tudnom kell, hogy mit a tipikus kifogások, és azonnal kezelnem kell tudni ezt a kifogást. Semmiképp ne hordjuk le a sárga földig az, aki véletlenül még nem érti azt, hogy ez az ügy, ez a dolog, ez miért fontos. Neki még belemegy a fogába a mag. És ez egy teljesen reális és valós probléma, hogy hát ki az, akinek már volt lyukas foga és ment abba bele egy ilyen magos zsömlékből print. Ez egy valódi probléma, ez egy realitás. Ugye, ugyanilyen az, amikor valakinek fogalma nincs az, hogy mi az, hogy feminizmus, és azt mondja, de hát én nem vagyok nőgyűlölő, vagy nem vagyok férfi gyűlölő, hát négy fiam van otthon, meg egy viszonylag normálisan üzemelő férjem, meg hát itt van apám is, tiszta rendes csávó, hát én nem vagyok feminista. És aztán, amikor elkezdett vele beszélgetni, akkor kiderült, hogy hát dehogy nem, mert hogy pont olyan nézeteket van, ami a feminizmusnak a lényege, csak nem tudja, hogy az az. Vagy lehet, hogy ő már több gyakran vásárol valamilyen barnának látható dolgot a Tesco-ban, és nem tudja, hogy az attól, mert malátával megszínezték feketére. Még nem lesz rekord termék, csak úgy néz ki, mintha, ugye? Ezek nagyon fontos dolgok, hogy ezt tisztázzuk, és ugyanezért nagyon fontos, hogy a... Egyet léptetnél előre? Ugye arról beszéltünk, hogy a legtöbb embert hogy lehet elérni, hogy lehet a legkönnyebben a szemléletet formálni, és a média munkásoknak nagyon fontos az, hogy adjunk egy tiszta célt, hogy én vagyok én, definiálom magam, én vagyok a Gáspár Kati, tanultam egy csomó mindenféle dolgot azért, hogy jó szolgálati munkát végezhessek. Ezek az értető lépések azért történtek, hogy megoldást tudjak nektek adni azokra a problémákra, amikre, mint szervezet, szükségetek van, hogy tudjatok média megjelenést kapni, és tudjatok pénzt kapni a támogatásoktól, és ehhez vezet az edukáció, vagyis a tanítás. Ezt nektek is meg kell tennetek. Meg kell tennetek először is arra a tömegre, akiről most még azt gondoljuk, hogy ők nem értenek semmit. Nem baj. Nem baj, valamit csinálnak ők is, valamit ők is fogyasztanak, azokat a csapornákat meg lehet és meg szabad találni, amiket ők is fogyasztanak. Most kifejezetten a vendéglősöket kerestük meg, és hírlevelek formájában információt adtunk nekik arról, hogy akik jó emberek, azt ezek hogy csinálják a saját helyükön, és elmondtuk azt több ilyen helyzetben a tulajdonos vezetőknek, hogy hogy bukhat ki, hogyha az ő vállalat, vagy az ő cégükben csalók, vagy a cég munkáját, vagy működését alácsoló személyek vannak, ugyanis azok el fogják tüntetni az adományt. Ahol eltűnik az adomány, ki kell rúgni a személyzetet. Homlokukra csaptak, és azt mondták, hogy hú, tényleg, hát ez mekkora? És ugye mi folyamatosan az önkénteseinkkel végezzük azt, hogy bemegyünk és lessük, hogy hol tűnik el az adomány, és úgy visszajelzünk. És ennek nagyon örültek, ez teljesen ingyenes módja annak, hogy tudja csekkolni az embereit akkor is, ha nincsen ott. Ugye, nekik ez egy teljesen jó buli volt. Vannak aktivisták. Az aktivisták azok a lapokban is megjelennek. Ugye mi történik akkor, hogyha egy népszerű és jó mozgalmat valaki megtámad? Neked, mint a mozgalom generátorának oda kell menni, és neki kell állni, hogy hisztizni. Vagy mi történik akkor? Jönnek az aktivisták, akiket már meggyőztél az ügyről, és mit fognak tenni? Megvédenek. Anélkül, hogy te megszólalnál bármit mondaná, oda fogják meg, és azt fogják mondani, hogy én az Antoni Ritát ismerem személyesen. Az Antoni Rita az mindig jókat mond. Az ért hozzá, és azért, mert az Antoni Rita mondta, ez úgy van, pont.
Nincs kérdés, nincs vita. Rendben van, az Antoni vita arccal rendben van, ha női kérdés van, akkor ő hozzá bárta a ugye? És hogy kapok támogatást, ha nem a médiától akarok támogatást kérni, hanem az én ügyemhez akarok támogatói suskát szerezni, vagy nem csak suskát, hanem bármi dolgot, amire nekem szükségem van. Megmondom azt, hogy van egy közös érdek. Ez egy jó ügy, ami az emberiségnek fontos. Ne legyenek éhezők az utcán, egyenjogúak legyenek a nők, ne legyen annyi éhező kutyus és citus kint a hidegben, bármilyen témát föl lehet hozni, gyógyuljanak meg a beteg gyerekek. Ez egy nagyon fontos téma. Azt mondjuk, hogy ez a mi közös érdekünk, és megnézem, hogy kik azok a vállalkozások, kik azok a cégek, akiknek ez a közös érdek, ez fontos lehet, és akik a te mozgalmáraid, aktivistáid, illetve akiket te könnyen el tudsz érni a csatornáidon keresztül, ők pontosan kicsodák. Ők, mit tudom én, 25 és 75 év közötti szingli csajok. Melyik az a cég, aki 25 és 75 év közötti elsősorban szingli csajoknak szolgáltat valami olyan dolgot, amire nekik szükségük van? És hogyha találsz egy ilyen céget, akkor annak a cégnek nyugodtan azt lehet mondani, hogy figyelj, én eljuttatom a te logódat, a te üzenetedet ezen a formán, ahhoz a célcsoporthoz, és cserébe te adjál bla. Pénz, tárgyi támogatást, segíts nekem abban, hogy még szélesebb körbe el tudjam juttatni az én ügyemet. Ez egy baromi fontos dolog lehet. Ugye, tehát ez is egy ugyanolyan nagyon nagy adomány lehet egy cég, hogy odaáll egy dolog mellé, és csak azzal, hogy ő is azt mondja, amit te mondasz, százszoros hangerőt ad annak a dolognak. Tehát ez a módja annak, hogy az ember támogatást tudjon kapni. Az a legrosszabb mód, hogy össze-vissza írogatunk mindenkinek, és majd valaki egyszer csak ad, miért? Mert nem tudja, hogy miért adott, és esetleges lesz. És amikor nem azt kapja az adományáért cserébe, amit esetleg az ő fejében elvár, akkor mit fog történni? Elkezdi aláásni a te fontos ügyedet. Mert úgy érzi, hogy becsapta többet. Ő csapta be saját magát, hát te sosem mondtál semmit, mindig ugyanazt mondod, mint az Erdi. Csak ő valami másra gondolt, mert nem volt tiszta a fejében, hogy hova teszi, és mik azok a fontos ügyek, ahova az ő adományát teszi. Az Avon, ugye az egy vállalat, aki abszolút profik alapon működik. Ez teljesen nyilvánvaló. Profik alapon működik, kik mozgatják az Avon mint céget? Tessék? A vásárlók, kik az Avonnak a vásárlói? Elsősorban nők, 99%-ban még a holokon, és nők vásárolják az Avonnál a férjeiknek. És kik adják el ezeket a termékeket? Nők, mi a jó az Avonnak, mi a gazdasági érdeke az Avonnak? Ez egy tök egyszerű dolog, az, hogyha azok a nők, akik nekik dolgoznak, ők sikeresek. Ők abban érdekeltek, hogy minél nagyobb sikert érjen el az összes tanácsadó nő, aki nekik dolgozik, minél több nőhöz el tudja jutni, és minél több nőnek a problémáját tudja kezelni. És az Avon tanácsadónők ugye elmennek más nőkhöz, és a más nők mit mondanak nekik? Nekem a konyha például így centire ki van, nekem saját van, nem, nem hülye vagy családi paszta, csak a férjem utal. Megkérem, de szerintem Rúzsa esélytelen. És akkor légyél be, legyél te is Avon tanácsadónő, és akkor jutsz meg. Tényleg? Nem egy rossz ötlet. Akkor megpróbálom én is, hogy hátha ebből valami kis mellékes húzan csöppen. Jaj, de jó! Ugye? Ez egy nagyon tiszta gondolatmenet. És amikor az Avon tanácsadónők, akik magasabb szinten vannak, találkoznak egy, meg kettő, meg ötven, meg húsz ilyen esettel, akkor a cégnek rá kellene nézni, hogy hoppá! Hát van egy tendencia, ami akadályozza az én profitomat. És azt úgy hívják, hogy bántalmazás, családon belüli erőszak. Az Avon felismerte azt, hogy az ő profitját akadályozza a családon belüli erőszak. Ez egy tiszta pont.
És mi történik? Az ahol azt mondja, hogy ő ezzel nem fellép. Nyomtathat a transzparenst, csinálhatna egy csomó dolgot, de ő sokkal többet tett ezeknél. Ő azt mondja, hogy csinál egy termékcsoportot. Ez egy fülbevaló, ez egy, azt hiszem, gyűrű, egy karkötő és egy nyaklánc. Az ezeknek az eladásával befolyt összeggel támogatja, ha jól tudom, a NANE. Tessék? Csak a NANE. A NANE, és a NANE-n belül is borzasztó erőteljesen segítenek ott helyben az ahonnál a marketingen abban, hogy milyen olyan kutatásokat és milyen olyan plusz dolgokat kell ahhoz megcselekedni, hogy az egész figyelni javuljon, és mi az eredménye még ennek, hogy ilyet adnak el a nőknek. És erre lehet, hogy nagyon sokan nem gondoltam. Igen? Tehát látszik a közösségség. Igen, hogy egyre több nő elkezd viselni olyan valamit, ami azt mutatja, hogy én egy olyan nő vagyok, aki fellépek a családon belüli erőszak ügyért, és én vállaltan hordok egy ilyen jelet magamon, akkor ha két nő összetalálkozik, és az egyiken ilyen van, a másikon meg ilyen, akkor tudnak mosolyogni? Azon az ügyük van. És ezért állati fontos az, amit az Avon csinál, hogy az Avon tanácsadó nőkön keresztül leküldi az ügyet, nagyon sok információt ad a tanácsadó nőknek, és a tanácsadó nők ezeket az információkat lefelé göngyölítve tovább tudja adni azoknak a felhasználóknak, akik az ő alacsony árkategóriás dekor kozmetikai termékeiket használják. És ezzel szép lassan, egy látkommunikációval, és erre mindjárt vissza fogok térni, egy látkommunikációval, valószínűleg nem robbanásszerűen, hanem hosszasabban, de egy betonbiztos, stabil változást indít meg, együgyűek vagyunk mi mindannyian, és hogyha az ügy az egy jó ügy, akkor azt jól lehet támogatni. Egyébként még abban sem vagyok egészen bizonytalan, hogy maga az Avon azokat a kutatási adatokat, azokat a plusz információkat a saját marketing céljára nem használja föl, amit egyébként annak érdekében végez, hogy mindezt a dolgot, amit sajtolnia van és egyébben a népesség tudomására volt, azt ő maga is fel tudja használni. Ugye? Tehát egy vállalat az így működik, és ezzel tehát ezt tudnunk kell, ezek tények. A vállalat így működik, ha ezt a dolgot megérted, és ezt ugye úgymond el tudod adni a vállalatnak, hogy ezt ha ketten csináljátok, akkor mindenkinek még jobb lesz, és az egész világnak jobb lesz, akkor ilyen remek példák születhetnek. És zárszóként azt szeretném még elmondani, hogy a kis lépések, azok miért borzasztó fontosak, és hogy működik a médiában a kis lépések. Mondtuk a kattintós címeket. Ma olvastam, nem is tudom, talán HVG-n, hogy egész Magyarország, vagy egész Budapestet föl tupírozta a szivárvány. És mindenki szivárványos képeket osztott meg, és küldje a kedves néző a szivárványokat, amiket lefényképezett, és akkor volt szivárvány, toronnyal szivárvány, kutyaseggel szivárvány, minden nyavajával, tehát hogy föl voltak szépen ezek sorolva. És egy borzasztó nagy hype-ot csináltak egy olyan egyszerű dologból, mint hogy Budapest fölött ma tényleg volt egy ilyen szivárvány, hogy a kattintós cím mögé bármit oda lehet tenni. Semmi nem tiltja meg nekünk, hogy a mi ügyünknek legyen egy kattintós címe. Sőt, hogyha elkezded a média szakmunkást oktatni, és leülsz vele, kávézol vele, konferenciára hívod, és nem sajtótájékoztatóra, ahol egy magus kínzik, nem én mondjam, hogy ilyen, mit kell, nem kérjen, nem kérjen, de sajtó munkat, tehát ajtik, és mondja, hogy soha ezeknél a feministáktól, én többet nem megyek, mert itt tartom el, ugye? Hanem valami olyan interaktív dolgot csinálsz neki, amitől ő átmegy az info és megérti, akkor sajtó munkatársadat ezt szövetségesen lesz, és onnantól kezdve ő ezekbe a kattintós című szaraiba soha többet nem azt fogja írni, hogy vádott van a kutit neglizsében, hanem ugyanannal a kattintós cím alá mondjuk
három olyan pontot fog fölírni, amivel mi mindannyian egyet tudunk érteni, hogy amit, hogy lehet fölismerni azt, hogy elnyomó a párod. Úgyhogy ugyanannyian fognak kattintani egyébként, mint a 17. Sex Tip című cikkre, mert hogy ezek a dolgok, ezek mondjuk benne, ezek dolgok működnek bennünk, de ennek itt érdekel. És neki semmiből nem áll azt a kattintási számot egy ilyenükből hozni, mint egy adott esetben másfajta hülyeségből. Egyébként én már végtől gondolkodtam, hogy ezt a megcsinálom felé, és ahol fogok, ha elkészül, akkor oda fogom annyit. Csak úgy végből, hogy mi lenne ennek az üzenete, vagy hogy lehetne ezt az egész dolgot horoszkóp nyelven tudom megfogalmazni. Mert mi a célunk? Hogy mindazt, aki eddig ezt fogyasztotta, a kis lépésenként elvezessük abba az irányba, hogy csak és kizárólag elkezdjen minőséget fogyasztani és megértse. És hogyha neki az a bejárat, hogy innen indulunk el vele, akkor az teljesen rendben van. Kis lépések apronként. Játékosan, vidáman, humorral, és nagyon sok minden ezzel kezelhető. Együgyűek vagyunk mindannyian, és hogyha az ügy az egy jó ügy, akkor azt jól lehet támogatni. Egyébként még abban sem vagyok egészen bizonytalan, hogy maga az ahon, azokat a kutatási adatokat, azokat a plusz információkat a saját marketing céljára nem használja föl, amit egyébként annak érdekében végez, hogy mindezt a dolgot, amit sajtóanyagban és egyébben a népesség tudomására volt, azt ő maga is fel tudja használni. Ugye? Tehát egy vállalat az így működik, és ezt tudnunk kell, ezek tények. A vállalat így működik, ha ezt a dolgot megérted, és ezt ugye úgymond el tudod adni a vállalatnak, hogy ezt ha ketten csináljátok, akkor mindenkinek még jobb lesz, és az egész világnak jobb lesz, akkor ilyen remek példák születhetnek. És zárszóként azt szeretném még elmondani, hogy a kis lépések, azok miért borzasztó fontosak, és hogy működik a médiában a kis lépések. De mondtuk a kattintó címeket. Ma olvastam, nem is tudom, talán HVG-n, hogy egész Magyarország, vagy egész Budapestet föl tupírozta a szivárvány. És mindenki szivárványos képeket osztott meg, és küldje a kedves néző a szivárványokat, amiket lefényképezett, és akkor volt szivárvány toronnyal, szivárvány kutyaseggel, szivárvány minden nyavajával, tehát föl voltak szépen ezek sorolva. És egy borzasztóan nagy hype-ot csináltak, egy olyan egyszerű dolog van, mint hogy Budapest fölött ma tényleg volt egy minő szivárvány, hogy a kattintós cím mögé bármit oda lehet tenni. Semmi nem tiltja meg nekünk, hogy a mi ügyünknek legyen egy kattintós címe. Sőt, hogyha elkezded a média szakmunkást oktatni, és leült vele, kávézol vele, konferenciára hívod, és nem sajtótájékoztatóra, ahol egy magus kínzik, nem mondjam, hogy ilyen vitte, ne nem kérjen, nem kérjen, de sajtó munkat, tehát ajtik, és mondja, hogy soha ezekkel a feministákhoz, én többet nem megyek, mert itt tartom el, ugye? Hanem valami olyan interaktív dolgot csinált neki, amitől ő átmegy az info és megérti, akkor sajtó munkatársad, te szövetségesed le, és onnantól kezdve ő ezekbe a kattintós című szaraiba soha többet nem azt fogja írni, hogy vádatkon a kutit neglizsében, hanem ugyanazzal a kattintós cím alá mondjuk három olyan pontot fog fölírni, amivel mi mindannyian egyet tudunk érteni, hogy amit, hogy lehet fölismerni azt, hogy elnyomó a párod. Úgyhogy ugyanannyian fognak kattintani egyébként, mint a 17. Sex Tip című cikkre, mert hogy ezek a dolgok, ezek mondjuk benne, ezek dolgok működnek bennünk, de ennek itt érdekel. És neki semmiből nem áll azt a kattintási számot egy ilyenükből hozni, mint egy adott esetben másfajta hülyeségből. Egyébként én már végtől gondolkodtam, hogy ezt megcsinálom a felé, és ahol fogok, ha elkészül, akkor fogom annyit. Thank you.
soha nők érte. Csak úgy végből, hogy mi lenne ennek az üzenete, vagy hogy lehetne ezt az egész dolgot horoszkóp nyelven tudom megfogalmazni. Mert mi az célunk, hogy mindazt, aki eddig ezt fogyasztotta, a kis lépésenként elvezessük abba az irányba, hogy csak és kizárólag elkezdjen minőséget fogyasztani és megértse. És hogyha neki az a bejárat, hogy innen indulunk el vele, akkor az teljesen rendben van. Kis lépések apronként. Játékosan, vidáman, humorral, és nagyon sok minden ezzel kezelhető.